Ez már ugye az álomvilága NASA-tól, ez nasa.gov weboldal, ahol elmagyarázzák, hogy gyakorlatilag az összes ezek közül a képek közül ilyen vagy olyan módon összeollózott képeket jelent, melyek különböző képen voltak módosítva. Elkezdi erről a képről, ahol ugye a választóvonalat mutatja az éjszaka és a nappal között, és a konklúzió az, hogy ez a kép valószínűleg egy kombinációja különböző képeknek, ahol nem voltak felhők, hiszen az lehetetlen, hogy felhő nélkül legyen az ég egy akkora területen, vagy pedig olyan műszerek készíték, ami átlát a felhőkön. Úgyhogy így készül az álomvilág. A következő, amiről beszél, az az, hogy valószínűleg a különböző idézőjetett műholdak segítségével készített képekből állították össze ezt a képet, illetve vörös és infravörös közeli adatokból valamilyen módon szimulálták a képnek a szín összeállítását. Ezt csak azért mutatom meg, hogy mindenki lássa, hogy az álomvilág, amiben él, hogyan készül. Ez a NASA saját oldala elemzi az egyik képüket, hogy azt, amit az elején megmutattam, megnézzük még egyszer, erről beszélnek, hogy miért nem lehet. A másik dolog az az, amiről itt írnak, hogy a város fényei éjszaka világosabbak, mint a nappal fényei. Mint a nappali fények, ugye, a képen. Azt írják, hogy ez lehetetlen, hogy egy képen az éjszakai és a nappali részletek is egyszerre láthatók legyenek. Szóval az, amikor az emberek ömlengnek a képekről, mikor látnak egy-egy ilyet, hogy milyen csodálatos a Földünk, bla bla bla, akkor nézzék meg, hogy mit ír a NASA weboldal. Lehetetlen, hogy egy kép éjszakai és nappali részleteket egyszerre mutasson. Arról is ír, hogy mindez idáig egyetlen űrjármű volt képes éjszakai térképet készíteni a Földről, hogy a fényeket feltérképezze. Mindez idáig egyetlen űrjármű volt erre képes. Azt is megállapítja itt, hogy mivel a város fényei nem tartalmaznak semmiféle, azok a képek, melyek erről készülnek, azok nem tartalmaznak semmiféle felszíni formákat vagy elemeket, amik az éjszakai földről készülnek. Ezeket aztán a nappalival kell összekombinálni, és úgy létrehozni az éjszakai oldalát a földnek. Utána ezt az éjszakai oldalt összekombinálják egy nappali kompozit képpel, ami más képekből van össze állítva, és ezután mesterségesen teszik rá ezt a választóvonalat. Ez a NASA weboldala, mindenki elolvashatja, akit érdekel. Tegye be a fordítóba, hogyha ezzel nem elégedett, de ez az egész egy álomvilág, amit ők mutogatnak. És ezt ők leírják, hogy mindenki láthassa. Magyarázzák azt is, hogy az úgynevezett Terminátor, vagyis az a vonal, ami elválasztja az éjszakát a nappaltól, mindig görbülnie kellene, illetve egyenesek lennie, ha pont fölülről nézik. Tehát az, hogy ez görbül egy helyen és amúgy meg egyenes, az bizonyítja, hogy megcsinálták ezt a képet, és aztán rávetítették egy lapos felületre, úgy, ahogyan a térképeknél az lenni szokott. Ez egy cikk Robert Simon részéről, illetve ő írta ezt, aki a NASA Earth Observatory-nak dolgozik, ami ugye a Föld megfigyelésével foglalkozik, így fejezi be a cikket. Ennek a fényképnek az elemzése rámutat arra, hogy ez a kép több különböző elemből lett összevágva, különféle szerkezetekkel készített fényképeket összegyűjtötték különböző időpontokban és helyekről, különböző hullámhosszú fények, illetve olyan technológia segítségével, mely különböző hullámhozban készít képeket, számítógép összeállított egy lehetetlen nézetet a Földről. Vagy látvány. Nézzük meg a következő mondatot. Tudósok vagy kutatók ilyen képeket, amelyeket vizualizációnak hívnak,
arra használják, hogy különböző összetett adatokat lefordítsanak, illetve értelmezzenek, és mások felé kommunikálják az ő tudásukat és azokat az információkat, melyeket át akarnak adni ezeknek az embereknek. Tehát az, amit ők átadnak azoknak, akik elhiszik, hogy ez a valóság, az egyfajta nézet, amit ők akarnak, hogy az emberek értsenek a világról. Nem a valóságot, hanem egy vizualizációt adnak át ezeknek a képeknek a segítségével. Átadnak egy torz valóságképet, hiszen össze van vágva különböző elemekből, különböző gépek, meg műholdak, meg rendszerek készítette, különböző hullámhosszon, időkben, helyeken. Ezt összeállítják egy képnek, és azt odaadják aztán az emberek, hogy te itt élsz. Ezt a képet mellesleg, ami itt van, Earth Moon Viewer készítette, ami egy web alapú szerkezet, illetve egy web alapú eszköz, amely a Földről különböző perspektívákból készült képeket készít. Earth Moon Viewer, megtalálhatjátok a linket a leírás részben, ez egy eszköz, melyel képeket készítenek a Földről. A nappali és éjszakai kép pedig a The Living Earth segítségével volt kifejlesztve tulajdonképpen ezeket a képeket, ahol az éjszakai és a nappali részei látszanak a Földnek. Szóval ez az a valóság, amiben az emberek élnek. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy még egyszer vessen egy jó pillantást ezekre a képekre, mielőtt elkezdi mesélni a barátainak, hogy milyen gyönyörű képet látott a Földről, mikor ha annyi műhold van, egyszerűen csak föl kellene menni, és 100 000 képet csinálni a Földről. Nem összeállítgatni dolgokat azért, hogy elmagyarázzák, hogy így vagy úgy, vagy amúgy van. Hogyha így vagy úgy, vagy amúgy van, akkor elég egy fényképet készíteni róla, és azt bemutatni, nem kell összeállítani fényképeket ezekről a dolgokról. De ezt csak azért készítettem, hogy lássuk azt, hogy ez az egész egy óriási káosz, de mivel az emberek nem értik a dolgokat, nem néznek utána, nem érdekel senkit semmi, ezért így meg tudják csinálni, hiszen itt van az információ, mégse olvassa az ember. De biztos vagyok benne, hogy aki ezt megnézi, még azután is azt fogja mondani, hogy ezt én összehazudtam, meg ez nem így van, meg mi egy gömbön élünk. Ha már valaki idáig várakozott és végignézte a videót, annak elárulok néhány érdekességet, melyeket egyszerű felfedezni. Ez Earth Planet Profile, ez szintén NASA weboldal, a linket megtaláljátok majd a leírásban. Az egyik az, hogy a Föld úgynevezett tengelyének dőlésszöge 23,4 fok, amennyiben 90 fok a merőleges, melyet bármelyik iskolázott kollégánk meg tud erősíteni, akkor 90-ből 23,4 az véletlenül 66,6 fok lesz. A Föld átlagos keringési sebessége, ugye abban a világban, ahol a Föld kering a nap körül, 29,78 század kilométer per szekundum, ami ugye 29.780 méter per másodperc, ami 66.616 mérföld per óra. A gömb átlagos sugara, ahol a legtöbb ember él, 6371 kilométer. Érdekes módon, amennyiben ezzel az adattal számolunk, a Föld színéről nulla magasságból egy mérföldön 0,6669 láb lesz a görbület. 10 mérföldön 66,6867 láb, míg 100 mérföldön 6667 láb. Még egy érdekességet mutatnék az űrhoax-szal kapcsolatban. Ugye SpaceX, illetve Elon Musk nyilvánvaló kell, hogy legyen mindenki számára, hogy ez egy hoax, egy hazugság. A legújabb műveletük ugye az a Dragon CRS-12,
szerkezet, mely állítólag újra feltölti a nemzetközi űrállomást, ami szintén egy hoax, és ez nagyszerűen illeszkedik be az összes többi hoax közé, melyek kapcsolatosak az űrkutatással. És amennyiben az ember ismeri azt a módszert, ahogyan ők kommunikálnak, akkor egyszerűen meg tudja ezt fejteni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, és legalább néhányan elgondolkoznak, és rá fognak jönni arra, hogy a világ, amelyben az életüket élik és eddig élték, az a fantázia szüleménye, és nem más tulajdonképpen, mint egy álomvilág. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!